Vince Miklós tartott előadást az éghajlatváltozásról Visegrádon. Beszámolójában kitért arra, mennyire pontatlan az időjárás előrejelzés, de szerinte klímát lehet jósolni. A fosszíliák például nagyon sok információt hordoznak, de szerinte minden változik, így az éghajlat is. A mai napig is mindenkinek nehezére esik például megjósolni, hogy 4-5 napnál hosszabb távon milyen idő lesz. Ugye látjuk is, hogy rendszerint elromlanak az időjárás előrejelzések, pedig hát nagyon ügyesek ezek a meteorológusok, csak hát sajnos az a baj, hogy nagyon bonyolult és kis eltérésekre is nagyon érzékeny az időjárási rendszer. Azt is mondhatjuk, hogy kaotikus, sőt turbulens, ami még olyanabb, mint a kaotikus, ami egészen egyszerűen azt is magával hozza, hogy nagyon hasonló kezdőfeltételekből nagyon különböző végállapotok tudnak kialakulni. A Visegrádi Mátyás Király Művelődési Ház szokásos péntek esti előadása ezúttal a Föld éghajlata a laborasztalon címet viselte. Vince Miklós kifejtette, hogy a Föld klímatörténete ugyan egyetlen pályán halad, de modellvizsgálatokban nincs akadálya annak, hogy az időfejlődést többször is lejátsszuk. Éppen ezért az MTA ELTE elméleti fizikai kutatócsoport munkatársai fizikai szemlélettel vizsgálták a klímaváltozás statisztikus tulajdonságait. Eredményeikből kiderül, nagyon sok különböző klímatörténet valósulhat meg közel azonos induló feltételek mellett is. Az előadó, aki ennek a kutatócsoportnak is tagja, hangsúlyozta, hogy ennek az elvnek köszönhetően a paraméterek megfelelő beállításával a Földünkével összevethető kiterjedésű légköri áramlások akár asztali méretű tartályokban is modellezhetők. Ilyen kísérletek nyomán megállapítható, hogy egy oldalirányú hőmérséklet különbség által hajtott áramlás egy forgatott, sekély folyadék rétegben meglepően jól modellezi a mérsékelt övi éghajlati rendszert. Az éghajlat, és még inkább az időjárás, az nagyon valószínűségi jellegű. Na most ez kicsit azt jelenti tehát, hogy most jelenleg Magyarországon, vagy a mi éghajlatunkon nagyjából olyan az időjárás jellege, hogyha valaki, anélkül, hogy bármit tudna arról, hogy kell időt jósolni, mert hogy elvégezte volna a meteorológus szakot, vagy ilyesmit, azt mondja, hogy holnap plusz-minusz fél fokon belül a holnapi napon ugyanaz lesz az átlaghőmérséklet, mint ma, akkor egy 50%-nál jobb nyerési esélye van. Tehát lényegében, ha csak azt mondjuk, hogy holnap ugyanolyan idő lesz, mint ma, akkor az egy egészen valószínű jóslás. Arról is beszélt, hogy a meteorológus hallgatókat versenyeztetik is, egy robottal kell szembeszállniuk, és minél pontosabbnak kell lenni. Természetesen rendre a gép szokott nyerni. Szerinte előrejelzni nagyjából 3-4 napra tud a jelenlegi tudomány, annál messzebbre már nem pontosak a becslések. Szerinte viszont nem lehetetlen klímát jósolni. Annyit tudnak nagyjából mondani a tudósok, hogy egy hónap például hogy néz majd ki. Hosszú évek átlagát megnézve létrejön egy adathalmaz, abból tudnak előrevetíteni. Lesznek belőle mindenféle ilyen statisztikai dolgok, és akkor azt lehet mondani, hogy hát ilyen, tessék, ez a hőmérséklet eloszlás mutat egy tipikus március 22-i napot itt. Na és akkor, hát az a baj, hogy nyilván ahhoz, hogy ehhez megfelelő mennyiségű adatot összegyűjtsön az ember, ahhoz, hogy meglegyen ez a statisztika, nyilván a statisztika akkor megbízható, ha minél több elemből áll. Viszont ugye ahhoz sok évig kell gyűjteni. Na viszont az a baj, hogy hát közben meg mi van, ha megváltozik az egész? Tehát az itt a rákfenéje az egésznek, hogy mondjuk az lenne nagyon jó, hogyha lenne mondjuk egy 50 éves idősor mondjuk, és az alapján már meg lehetne mondani elég jól, hogy mi az eloszlás. Igen, nem? De mi van akkor, hogyha időközben maga az eloszlás is változik? Szerinte az adatok nagy részét fosszíliákból valószínűsíti a tudomány. Elraktároznak magukban úgynevezett oxigénizotópokat, rakódnak egymásra, ebből ki lehet következtetni, hogy amikor éltek, milyen volt az éghajlat. Az adatokra kitérve elmondta, hogy az élet beindulása előtt volt 3 milliárd év, ami számunkra felfoghatatlan, kutathatatlan, hiszen nem volt élet, így adatot sem tudnak a tudósok nyerni. Tehát az idősornak az a része, ami ennél régebben van, tehát fél milliárd évvel ezelőtt óta már vannak élőlények, és azoknak vannak nyomaik, és akkor abból lehet ilyen hőmérsékletadatokat szerezni. Az azelőtti klíma az teljes homály, de azért nem teljesen homályos, mert mégis azért néha kiderülnek dolgok, és azok a dolgok nagyon meglepőek. Ilyen például a hógolyó föld. Ugye, mint kiderül, a Földön mondjuk legutóbb például 720-650 millió évvel ezelőtt az egész Föld be volt fagyva. Ami azt jelenti, hogy körülbelül úgy nézett ki, mint a jobb alsó képen, hogy a teljes óceánt egy fehér jég
takaró borította az egész földön. Szerinte a feljegyzett adatokkal pedig az a probléma, hogy hiába jegyzik fel, nem veszi figyelembe általában a változást. Például, ha egy faluban kezdik el feljegyezni az 1700-as évektől kezdve a hőmérsékletet, de az ma már nagyvárossá növi ki magát, akkor torzulnak az adatok is, hiszen melegebbé válik a környezet. Mind nagyon nehéz ezekre rákorrigálni, tehát egyfelől nyilván felbecsülhetetlen értékűek ezek az idősorok, másfelől sajnos nagyon is belevisz egy mérhető izét az ilyen rekonstrukciókba, az, hogy a mért adatsorok az urbanizáció jeleit is magán hordozzák, tehát itt is nyilván annak idején igyekeztek a meteorológiai mérőállomást olyan helyre tenni, ahol nem lakik senki, csak közben körbenőtte a város, meg lett mellette egy Tesco, meg egy nagy betonplac, meg minden ide, és akkor hát jó, hogy melegebb van. Ugye? Szóval nehéz ügy. Na minden, ez csak egy zárójeles megjegyzés. Vince Miklósék vizsgálatai arra fókuszáltak, hogy a kísérleti rendszerben az áramlásokat hajtó hőmérsékleti peremfeltételek lassú, klímaváltozásszerű, időbeli változása miképpen módosítja a modellidőjárás változékonyságát. Egy ilyen időben folyamatosan változó rendszerben akkor nyerhetők megfelelő statisztikák, ha sok kísérletet, azaz egy sokaságot futtatunk ugyanazon időfüggő éghajlati gerjesztés mellett. E gerjesztés praktikusan a légkör modell sarki területein előírt hőmérséklet programozott növelését, így a sarkvidék és az egyenlítő közötti hőmérséklet kontraszt csökkenését jelentette. És közben forgatjuk. És ezt nem mi találtuk ki, persze nem mi találtuk ki a spanyol viaszt, hanem ez egy olyan elrendezés, amiben jól lehet modellezni ezeket a dolgokat, amiket itt a szélmező rajzol ki az igazi földön, ami nem más, mint az, hogy a sarkvidéki hideg levegő és az egyenlítő környéki meleg levegő határa, ott van egy ilyen hullám, és hogy az mennyire cakkos. És azt talált, mennyire meanderezik, mennyire hullámos, mennyire nagyok a kitérései. És ezt a labor kísérletünkben is lehetett vizsgálni, és ott mi mondjuk meg, hogy mennyi legyen a sarkvidék és az egyenlítő közti hőmérséklet különbség, és azt tudtuk megvizsgálni, hogy ennek a változására hogyan reagál az, hogy hogyan meanderezik ez a dolog. És persze visszanézve, hogyha mi itt vagyunk valahol a közepes szélességen, mi azt látjuk ebből, hogyha ez nagyon kitér, akkor néha betör a hideg levegő, néha meg betör a meleg levegő. A kísérletek megmutatták, hogy ugyanazon gerjesztés mellett a ténylegesen megvalósuló hőmérsékleti idősorok jelentős mértékben különböznek egymástól. Ez a tapasztalat óvatosságra int a klimatológiai előrejelzések tekintetében, hiszen a valódi földi éghajlatban csak egyetlen realizációt figyelhetünk meg, ami tehát nem reprezentatív. Az eredmények azt mutatják, hogy a kísérletbeli éghajlatváltozás helyes leírása a sokaság elemek fölött képzett átlagok, s az ezek körüli ingatozások megadása. Ez az érdekes, hogy egyébként a 100 000 éves jégkorszak periódust azt nem magyarázza a melankolisztikus, tehát az még mindig egyfajta rejtély, abban még mindig nincs tudományos megállapodás, hogy miért vannak ezek a 100 000 éves valamik. Ugye a többféle Milankovics ciklus, mert ő mást is vizsgált, nem csak a precessziót, hanem még így is csinál közben a tengely, meg még az excentricitása, a földpálya elnyújtottsága is változik, mert a Jupiter meg a Szaturnusz azok birizgálják. Mindből ki lehet számolni valamit, és mindegyiknek van egy jellemző periódus ideje, de egyik sem stimmel például ahhoz, amivel az elmúlt néhány millió évben a jégkorszakok követik el. A fentiek szellemében pontosíthatók, megbízhatóbbá tehetők a klímaváltozásra vonatkozó előrejelzések, de a kísérlet sorozat eredménye tanulsággal szolgálhat minden olyan fizikai rendszerre nézve is, melynek környezeti feltételei időben változnak, azaz klímaváltozáson esnek át.